itt suhan fel a színpadra, már alig várta, hogy jöjjön a cosplay performance versenyünk. Ti is vártátok? Ezt szeretném a végéig megtartanátok, mert nagyon-nagyon jól hangzik, és a versenyzőknek is biztos nagyon jól esik, akik hátul vannak a backstage-ben. És már nagyon izgatottak. Tuti. De először bemutatjuk nektek a csodálatos és fantasztikus zsűrinket. Ők most magyarok, hogy megértsenek mindent, ami elhangzik a perben. Az első, és nem utolsó. Az első zsűri tagunk, ő már 2008 óta jár ki a Konokra, és rengetegszer versenyzett PERF kategóriában, és nagyon sok jelölése és győzelme is van. 6 éves kora óta táncol, jelenleg modern és klasszikus balettot, és ő nagyon szereti a balettot. És nagyon sokszor láthatátok már a Parapara Fake Stressnek a előadásaiban. Bizonyám, rosszul mondom. Majd te is beszélj a mikrofon színpadon. Úgyhogy nagy tapsot Margitnak! Hogy érzed magad, Margit? Kicsit izgulok, de tele vagyok várakozással. Örülök. Passz, hogy benyúlta a kártyámat. És most visszakaptam. És be tudom nektek mutatni a következő performance zsűri tagunkat. Akit arról ismeretek, hogy imádja a One Piece-t, 2010 óta jár ki a Konokra, craft és perf versenyeken is egyaránt részt vett, és nagyon szép helyezéseket zsebelt már be. Köszöntsétek Happy Himét! Téged is meginterjúvunk, várod már a perfeket? Igen, nagyon, és szerintem lehet, hogy jobban izgulok, mint ha én versenyeznék. De nem lesz ez a gond. Ügyes lesz mindenki, versenyzők, zsűrik, talán mi is a faszulja, de ebben nem vagyok biztos. Ez még kétesés. Ezt majd meglátjuk, majd ti eldöntitek. És a harmadik zsűri tagunk, a 2019-es Mondokon Gála nyertese, aki 2015 óta cosplayezik, 17 óta versenyzik is, folyamatosan erős női karakter... Mondom én, hogy ez nem megy. Még bele kell rázódni. Szóval erős női karaktereket szeret megformálni, főként játékokból, és szeret új kihívásokat, új technikákat tanulni. Ő lenne Puffancs. Mit vársz a legjobban a perfben? Hú, hát én mindig nagyon szeretem végignézni a perfeket, és mindig olyan jó kis animés poénok vannak, mindig olyan jókat nevetek rajta, úgyhogy alig várom, hogy lássam újra ezeket a remek előadásokat. Reméljük, sok vicces előadást láthatunk, és köszönjük szépen, és a helyet tudtok foglalni. Nézd, van ilyen kis helyjelző itt. Várj, ez körben van. Akkor nekem is körbe kell sétálni? Igen. Várj. Körbe kell állnunk. Nem jó, beléd fogok ütközni. Menj arrébb, menj arrébb! És megidéztem a démont, figyeljetek! Basszus! Köszönjük! Köszi, most, hogy mi bemelegítettünk, akkor igen. Most adjuk át a terepet a versenyzőknek, mert szerintem a tényleg tűkörülnek. Bizony, elkezdhetjük? Rendben, az első versenyzőhöz én egyetlen egy mondatot szeretnék mondani, ami biztos, hogy ki fogjátok találni, ki az. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy nervnész, ki az? Ott valami elcsúszott. De Diva már megvolt, ki játszik még Overwatch-sal? Nagyon szolidak vagytok. Tegnap láttuk a másodiknak a trailerét, most már annyira nem örülünk. Ugye? Én kíváncsi leszek, hogy azért mit fognak kihozni abból a játékból. Szomorú vagyok, hogy Moirát nem láttam ilyen szépen megrajzolva, mert az... Mi? Hát, Moira vagány. Ugye? Hogy ne lenne? Moira main vagyok, tudom ám. Cosplayezted is nem olyan régi. Igen. Nézem ezeket az Overwatch-os karaktereket, és így... Talán még most csúnya leszek. Lehet, hogy jobban tetszik, mint a LOL. De lehet, hogy csak azért, mert Overwatch-ot még nem játszottam. Jaj, most elástam magam, igaz? Adjuk át a szintet az első versenyzőknek. Velev Ginának, aki díva lesz az Overwatch-ból. Köszönöm.
nem hagyod itt nekünk a chipset? Nem? Nem kapsz chipset? Nem jár. Zsűrinek, jól mondja, a zsűrinek kell majd odaadni a chipset. Be kellett volna dobni így a végén. Igen, így rájuk szór, mint az áldást. Félsz, Margit, hogy mi fog az arcodba vágodni? Mi? Dehogy is. Mesélj nekem a következő versenyzőről. Hát igazából az első dolog, ami eszembe jut erről a karakter, az az, hogy Francis! Ki tudja, hogy kiről van szó? Na, de van egy pár dátó. Szuper, szuper. Lelkesek vagytok nagyon elől. Jó, kicsit még fel kell pörögnünk, jó lesz az. Én imádtam, amikor így kipakolta így emberekből, hogy Francis, és így, ha, király vagyok. És szeretnék én is olyan szuper erőt kérni, hogy ki tudjak beszélni a képregényből, mint olyan kis office-szerűen, hogy így oda megyek az operatőrhez, hogy hé, ez így nem jól van megrendezve, visszacsinálhatjuk? Ki beszél ezt most is, csak hát furán fog kinézni, ugye? Csak elfordulsz és a levegőben beszél. És beszélek a metró ajtajának, hogy de te figyeljél már, nem lehetne, hogy ez most nem késő. Hát ilyenek sajnos nincs, de Deadpoolnak van. Úgyhogy nézzük, hogy meg hogy mivel készült a versenyző. Goldman Görög Viktor, Deadpool. Mint két férfi karakter, akiből nem lesz jói. Hát igen, jó, animékről van szó. Nézek egy párat. Na tessék. Pedig én unikorn is kértem, hogy mit kérnek a hírességek, így kell velünk bánni, szépen vagyunk, mondhatom. És ki volt ez a csávó a monitoron? Ellopta a dumámat, meg a kalapját meg itt hagyta. Szóval, animék. Hát egy-kettőt néztem, az első Death Note volt. Ugye fickókám irkálja befelé a neveket. Egyszer néztem Texasban egy parton, kérdezik, mit nézek? Mondjam, Death Note. Mire ők? Hát nálunk a Death Note vágni szokták. Hát igen, igen. Fáj, tudom. Aztán ott volt a Sword Art Online. Tudjuk, mi a különbség a Sword Art Online meg egy kiló krumpli között? Az új krumpli általában jó szokott lenni. Szállalomtam, szépen vagyunk, nem van jogos. Aztán kérem szépen, Kurashi Tsuji, én ki tudom mondani, beszek a kommentátorok régebbről. Hát én nem sajnálom ezt a csávót, igyek, aki sziált vagy sielt, ahogy mondják. Meghaltak a szülei, leégett a háza, félszeme van és még rákja is. Tudjuk miért? Megidézte Sebastiant. Hallottuk, hogy lesz egy kisabb lányfilm, ezért késik, meg keresik, hogy hol van. Ki látta a Kurashi Tsujit, kezeket fel? Mivel zárunk mind a két évad? Viszi halálosan cserbe hajóval. Tudjuk miért, mert ha megszólalt volna az, hogy ringat a víz, ringat a víz, akkor úgy megvágta volna a tűzni, mint az a gyógyisten. Na hát igen, kanyarodjunk kicsit, akkor ha már filmek. Az enyém jobb volt mindenkinél. Ki látta a végjátékot? Rengetegen, szerintem szép, nagyon szép. Szóval végjáték, legyőztünk Thanos-t. Miért olyan Thanos, mint a házasság? Egyet csattintesz, eltűnik a cuccait vele. Vagy tudjuk, miért veszélyes Thanos-szal buliba menni? Mert hopp, csattint, eltűnik minden. És az igászat? Pincér lesz egy sör. Hups! Félkocsmának ingyen van. Hups! Igen.
ez megesik. Aztán miért lett akkor a dolog a végjáték? Most gondoljuk bele, egyszerre futott az én filmemmel, és miért? Mert itt van Dr. Strange, megnézte 14.032-ször. Azért, csak azért. Igen, kérem szépen. Az egésznek... Mit mondhatnék még? Ja igen, visszakanyarodva még egy picit ugye Thanosra. Tudjuk, mi a... volt itt Queen ugye tavaly? Mi Thanos kerülnek Queen sztárba, ki tudja? Another one bites the dust. Hát jól van. Én már ennyi voltam, köszönöm, de tudom, hogy a vicceim fájtak, tudom, hogy kellemetlenek voltak, de semmi sem kellemetlenebb, mint egy Kira nevű lánynak Japánban bemutatkozni. Köszönöm szépen. Teljesség kedvéért ki tudjuk mondani azt, hogy Kuroshi Tsuji. Én tanítottam meg a Viktort, hogy ki tudja mondani azt, hogy Kuroshi Tsuji. Ezt figyeltétek, hogy ő mikroporttal beszélt és élőben ment, és nem felvételről? Úgy látszott? Nagyon jó. Ez az. Hallatszott? Hallatszott is. Következő egy csapat lesz. És én nagyon régóta ismerem őket, de ti is, mert rengetegszer előfordulnak közöttünk, főleg ezen a színpadon, és mindig csodálatos dolgokat adnak elő. Annyira csodálatosakat, hogy idén kijutottak, és Kínában is előadhatták egy versenyen a tudományokat, és ezt hozták el nekünk is, ami nagyon kíváncsi vagyok, mert én nem néztem meg a videót, ami felkerült a netre. De Mantis azt mondta, hogy vágtak belőle, úgyhogy nem lesz pont ugyanaz, úgyhogy ez egy teljesen új és csodálatos mű lesz. Teljesen új lesz, hogyha... Szerintem, na, szóval én láttam, marha jó volt, és hogyha ezen még dolgoztak, hát én itt fogok visítani neked a backstage-ben, hogyha majd így... Jó lesz, please. Jó lesz. Most meg van engedve, oké? Okay. Én nagyon szeretem a két karaktert egyébként, és ahogy az ő történetük alakul, hogy a legelején vízbe tudnak tűzbe folytani egymást, és hogy utána úgy nagyon kis jóban lesznek, egy kicsit össze is nőnek. Én nagyon szeretem a karakter developmentot egy történetben, úgyhogy hajrá lányok, és akkor nézzük a következő előadást. Team Avatar, Avatar The Last Airbender.
Jun, tudtad, hogy a nyaklánc benne lesz? Megint nem tudta, hogy a nyaklánc benne lesz. A titanikus performance-ban ugyanez volt, hogy... Mantis így nem szólt előre, hogy majd odaadja a nyakláncot. De ez így tök jó volt. Igen, nekem nagyon tetszett. És nagyon látványosak ezek a színes poék ellen. Én azt néztem, hogy... Egy berepült a színpad mögé. Hogy csinálják, hogy nem akadnak össze vele? Nagyon sok gyakorlás kell hozzá. Banka, egy benn van a színpad mögött. Banka? Nem nyúlhatod le. Nem nyúlhatjuk le? Nem. Fennéve. Most már megtalálták. Egyébként figyelitek, hogy mennyire ugyanez színű a hajunk Anikóval? Ilyen jó csapat vagyunk, ezt nézzétek meg. Direkt összefodrászoltuk magunkat, nem tudom, hogy mondom, nem összeöltözés. Én összefodrászoltam a passz, hogy összeparókáztam. Következő csoportunk. Hát szerintem, hogy így beállok középre, és csinálok egy... Mindenki tudja, hogy a Shingeki no Kyojinból jön a következő csoport. Én nagyon szeretem, én így, úristen, hogyha így megy a toborzás, akkor én elmegyek titánokat vadászni, de tudni, főleg, hogyha kapok egy 3D manővert, repülni lehet vele, hát nagyon menő. És itt végignéztem, megeszek a titánok, nem baj. Ugye következő csapatunk, a Delusional Team, Shingeki no Kyojin. Lássuk, kinek milyen az ideája. Próbálkoztam már több felületen. Találtam is egy szép kis úrfit. Én is randevúztam egyszer. Már nekem is volt egy párom onnan. Biztos ismeritek is. A Shokugeki no Shama. Nem ez, hanem ez. Jaj, de kundri vagyok. Mindig rosszul mondom a nevét. Szóma! Lehet ezért szakított vele. Mondhatok egy őrültséget? Szeretem az őrültséget. Igazából egy takarítócég közvetítette ki nekem ezt az urat. Még originál. Te dobtad be a nevamat újságlegébe? Veszélyi vagy több füled lesz, mint fogad? Látjátok? Egy vadállat van a lábam között. Elnéztem. Elég ebből a hülyeségből. Hol van Sasha? Itt vagyok, nyugodtan kérdezhetsz is. Beszélj ezzel a bolonddal. Igazából nekem bejönnek azt a fosok. Állandóan a színpadon söprögetnek. Tényleg szállás, hogy ne elcsinálva. Ez nem lehet szerelem, de oly jó se. Notice me senpai!
csoportot. Magas hegyek mögött van a tenger, tupiké, ott laknak ők a törpiké. Hey, Csó! Eljössz velem randira? Én meg a tyúkra nem számítottam. Ki ismeri azt, azt a Facebook oldalt, aminek az a címe, hogy minden nap ugyanaz a kép egy tyúkról. Elég sokan vagytok, jó? Ez az a tyúk. Ez milyen szomorú. Aki nem ismeri, ezt keresse meg, mert zseniál. De milyen szomorú, hogy minden nap kirakod ugyanazt a képet egy tyúkról. Még ezt jól be lehet időzteni előre. Szerintem 10 évre előre be van időzítve. Következő. Csapatunk szintén a Marvelből van, és én nagyon meglepődtem, mert így olvastam a neveket, a fel van sorolva, hogy nekünk, hogy kik vannak a csapatok, és annyira sok fiú volt, így néztem, hogy nem is jár ennyi fiú a Konra. Nem is jár ennyi fiú a Konra. Jó. Mert nem itt vannak, hanem a Rondikonon. Minden Rondikonon vannak, már tudjuk. Egyébként nagyon vicces, mert én azért szeretem a szuperhős filmeket, mert hogyha jók, akkor a végén úgy jössz ki, hogy megváltod a világot, most megoldasz minden, megemeld a GDP-t félkézzel. De az Endgame viszont már olyan volt, hogy így kijöttél, és így öreg vagy, fáradt, és szomorú. Nincs értelme semminek. Megülsz egy sarokba sírni. Igen. Tolod az arcodba a csokit. Éhes lett, oké. Szerintem nem adok itt főzési tippeket a passzújnak, hanem felhívjuk a következő csoportot, miért éhen hol. Mondja? Következő csoportunk Lord of the Avengers, Marvel Avengers. Kivétel nélkül a képzelet szülöttei, de ha valaki mégis magára ismer, az keresse fel kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ma este magamhoz nyúlok.
szerelem járni. A Valeo-alkat részgyárban dolgozok, három műszakban van egy albérletem, szeretek filmet nézni, szeretek könyvet olvasni, és szeretek sétálni, és szeretek törődni másokkal izgatni. Hátulra, úgyhogy légy bárki, aki ever perfezik, arra figyeljetek, hogy a világítás az úgy innentől eszélyes. Itt most pont látjátok, itt van egy csík, hogyha ideig hátra léptek, ez még biztonságos, és szeretnék nagy tapsot kérni a technikusoknak, akik így hipergyorsan meg is javították a fényeket. És már hagytam két is. Következő csoportom. Akkor úgy megijedtem, amikor elkezdtek lesz, hogy olyan lét szint így felborult, mert így azt láttuk, hogy így repül a fény, úristen, ez ketté tört? Ja, nem. Következő csapatunk, a gyerekkorom. Az enyém annyira nem. Tiéd nem, és nem tudom pedig miért. Pedig én vagyok az idősebb, ezt nem tudom, hogy csináltuk. Emlékeztek a Mézga családra? Nagyon jó. Azóta, mióta elolvastam, hogy kik lesznek benne a versenylistában, folyamatosan ez a fő cím, ami a fejemben. És amúgy annyira várom, hogy mit fognak csinálni, annyira szeretném látni. És ezt tudtátok, hogy Kubában is sugározták a Mézga családot? Én amikor rákogizom, hiszem Kubában. Hát ez nagyon menő. És 86-ban mutatták be az első részt, szóval így az anyukám szerintem már talán tervben volt. És 2004-ben is féltelték meg újra, úgyhogy szerintem én a baszúj azt nézte. Hát nem azt, hogy bársak. Úgyhogy következő csoportunk, Adopted Siblings, Mézga család. Segíteni! Talán én tanulom meg lehet a leckét! Én úgy adod a számtan példát! Hát
amilyen brutális férfi vagy. Én brutális? Megvan! Máni Szolzét főiskolai tanár. Megkérjük, hogy foglalkozzon vele. Nem vállalom, mert amit én az órákért kérnék, azt önök lealkudnák a felére, aztán tőlem kérnének kölcsön, hogy kifizethessék nekem a negyedét. De kérem! A viszontlátásra. Jó, akkor ezek után majd csak te foglalkozol a lányoddal, én majd a fiam nevelem! Aladár fiam, hogy állsz te az iskolában? Nem tudom. Hogy nem tudod? Úgyhogy már néhány hete nem járunk be. Nem jársz be? Hát hová még reggelente? A lovarnába. Sikerült egy elektromos lócsutakodót szerkesztenem a hajszárítóból. De szerencsétlen, ki fognak csapni? Már kicsaptak. Baj? Kicsaptak? Takarodj a szemem előtt, de szörnyeteg! Majd én rendet csinálok ebben a házban. Majd én megmutatom! Te vagy az öcsi. Miért hívtál te neki? El vagyok keseredve. A fiamat kicsapták, a lányom megbukik a gimnáziumban. Nem értem. Titeket nem iskolában tanítanak a tanárok. Biódiódás betáplálással tanulunk, nálunk például egy ilyen módon betáplált magzat előre megmondja, mikor szándékozik a világra jönni. Na, ha én így taníthatnám a gyerekeimet. Lenne, ha ezen a vakablakhoz irányítaná a küldeményeket. Géza, te már megint iszol? Nem én iszom. Ezzel a te lomhagyú gyerekeidet itatom meg. Ettől megjön a kedvük a tanuláshoz. A fenegye meg, kicsúszott a kezemből. Hozok egy kanalat és összekaparom. Úgy, csak szaporán. Ti biztosan jobban felrossátok, mint a gazdátok. Hát ennek minden cseppi aranyat ér. Felnyolták! Hát majd holondok leszünk otthon mi. Mikor ilyen finom édes. Tessék? Egy szót se szóltam. Hát ki mondta azt az előbb, hogy majd bolondok leszünk ott hagyni? Én. Mint azt mondta volna, hogy... Én. Nem, mint ha partosan azt mondtam. Úristen! Ez a kutya ember hangon beszél! Egész tűrhető a kiejtése. Ennek! Úgy sejtik, mint egy szintetikus műsejem, Pilcsi. Te meg úgy nyekeregsz, mint egy rozsdás vasmacska. Fantasztikus! Csoda! Hát miért volna csoda? Legfeljebb az a különös, hogy ez a csökkent vagy teltolva és meg tudod szólalni. Te beszélsz, aki kilopnál a kocsonyában egy egész palacfarkat? Pilcsi! Ne veszekedjetek, gyerekek! Tőletek tanultuk. Ha én akkor... Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Pedig olyan sok pénz volt itt. A Hufnagel Pisti, ez egy kemény gyerek. Hát azt nem hagyta ki. Majd legközelebb. Milyen jó lenni. Mesélj nekem, Anikó. Mit meséljek? Egyszer volt, hol nem? Jó, nem. Inkább nem. Boku no Hero Akadémia. És akkor így vége van mindenhez. A Fantasy Alternate Universe, mennyire ismeritek a Boku no Hero-t? Vagytok azért már, szuper. Kirishima a sárkány, ami tök jó, de szerintem Bakugó még jobb sárkány lenne, mert így is állandóan tüzet okádik. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a fantasy-ket, olyan kis szépek, és akkor... Én már tegnap a Hobbit alatt is el akartam menni kalandozni, és akkor most így... Kérem a mérföldes csizmámat, passzú. Ez nem elég, ami rajtad van?
Ez csak fél mérföld, és ez csak eddig ér. Szóval nézzük, mit hoztak a versenyzőink. A következő csoportunk, Triplus, Boku no Hero Akadémia. Friss a pokolban. Azért kellett felhozni.
hozom a kosárki, mert a következő csapathoz öltöztem. Kitaláljátok, mi lesz a következő? Ott volt egy egészen érdekes megfejtés, majd beszélünk róla. Gondolom ezt, nagyon jó, Zeki csak azért itt van az első sorban. Jól, a fanok már itt vannak. Akkor ti is láttátok? Nagyon helyes. Ez egy jó sorozat volt. Te is láttad, Anikó? Én egy este alatt ültem, és így végignéztem az egészet. Én beosztottam, mert olvastam annó a könyvet. Úgyhogy vártam, hogy ma csak az első részt, akkor a következő héten a második részt, aztán a harmadik. Ezt hogy bírtad ki? Jó, mondjuk egy... Vizsgai időszakban jött ki. Akkor megértem, jó. Én a bananap is sem voltam, így ugyanígy vizsgai időszak. Jó, egy este egy rész. Aztán az utolsó hármat, így egyben ledaráltam. Van ez így, vizsgai időszak. Igen, vizsgai időszak. Fogadjátok nagy szeretettel a következő csapatot, In a Fable Husband, a Good Omens-ből. Gyakran jársz ilyen helyekre gyerekzsúr helyett?
nem. Értem. Végül is nem olyan rossz néha kihozolni a komfortzónádból. Középső. Megint? Igen, megint a középső. Jó. És most megfogom érefél, hogy melyik volt a telefon. Aha. Gondolom. Alacsony volt a szék ez. Ez volt a lapod. Maradj a széken. Nem fogom meg. Olyan ügyesen varázsolt, szerintem megérdemel még egy taps. És mikroporttal, azért nem könnyű. Igen, nem egyszerű mikroporttal dolgoztak. De várj, én is tudok ám varázsolni. Mit tudsz? Mit csinálsz? Várj, vagy itt volt. Most mi van? Cserébe eltüntetlek. Várj, csinálok csodát én is. Ja, vagy nekem nem megy, mert én se angyal, se démon vagyok. Se Thanos. A fenébe már, a Muglinak öltöztél, látod, hogy volt ott a Mugli vagyok. A félig viking. Hogy lehet jó. Weasley esetleg, maximum. Hát jó. Igazából majd ha a növényeimet kell gondozni, neked adom a spritznit, jó? Nálam mindig meghalnak, de nád olyan szépek. Jobbálok. De tőlem nem félnek. A saját növényeim kiröhögnek, és nem félnek. Hát, ha tőlem majd félni fognak. Horabát, jó. Nézd, eltörted! Nem tudom, hallottátok-e, hogy a versenyzőnk beszállt azzal a mondattal, hogy vegyél parafát, mert majd az félni fog. Tapsoljátok meg, kérlek! Nem is kellünk ide! Legközelebb gyere te is versenyezni. Következő csoportunk. Én utána néztem ennek az animének. Ültem, hát ez nagyon crack. Ez az, amikor a varázslatos iskolabusz szerzői szívtak valamit. De nagyon jól néz ki, nagyon magic, nagyon zseniális, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben mit fognak kihozni. Így elolvastam neveket. Vörös vérsejt, neurofil, bésejt, vérlemezke, borkofa, kilertésejt, úristen. Úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, mit hoztok ki ebből. Úgyhogy lássuk is. Salsa perc, salsa twerk. Számú neutrofil. Invázió volt az érfal 51-es körzetében. A betolakodókat sikeresen kiiktattuk. Már érzesítettük a kivertéseiteket. Kérem, küldjék a vérlemezkéket a nyílcsepphez eligazításra. Neutrofil szám! Itt vagyok, vörös vérsejt, ne uribálj. Elnézést. Minden rendben? Most már igen. Kisebb nyílcsepp volt, nincs nagy károsodás. Ami viszont aggaszt, hogy kisebb mennyiségben grafitot találtunk. De hisz az lehetetlen. Jut eszembe, meg tudod mondani, hova kéne vinnem ezt az oxigén szállítmányt? A feladó azt mondja... Vis. Oké, de vajon ki kívánhatta? Sejt elmem sincs. Na de induljunk. Erre mentesselek lennék, hogy lezárásul az 51-es körzet felé.
Bocsánat, Anne, meg kell javítanunk az utat. És Rafittal van tele az út. Ez kemény menet volt. Csá, láttátok az antitesteket? Királyok, mi? Ó, és ti megjöttetek lyukakat tömni? Igen, betömjük a lyukat. De nem! Ezt elismételnétek? Lehetőleg kiemelve a nagy lyukat. Ez nem igazán jó ötlet. Igen, kérlek hagyd őket, hisz még túl fiatalok. Milyen idősek vagytok? 3 és fél évesek. Tökéletes. 12-nél idősebben amúgy se tárgyalok. FBI, obra! Mindenek hátra a kérdeményektől. Most, azonnal! Én megmondtam. Csak vicc volt, vicc volt. Bejelentést kaptunk, viszont lúdolják a vérlemezkéket. És az üzen meg is van a tettes. Tudod, hogy mit van ez maga után? Valamit rombolt az Érfalettan egyes körzeténél. Ez így van. A betolakodóknak már vége, viszont a sebb környékén grafitot találtunk. Az kizárt. De nézze meg! Hiszen innen látom. Nem láthatja a grafitot, mert nincs ott. Várjon. A receptorom szerint újabb behatolás történt. A bacillusok Naruto futásban özönlenek be egy újabb seben, nem messze az előzőtől. A vörös vérsejteket és a vérlemezkéket akarják. Azt kántálják, Clap the Cheeks. Uram, Isten! És akkor most mit fogunk csinálni? Kezdetek a sérülés kezeléséhez. Majd én viszlek. Hé, ti is gyertek velünk. Vagy talán örökké akartok élni gyávaként? Még jó, hogy masszív. Hát mert ilyen jó kis bakancsba jöttél te is. Félmérföldes bakancs. Én kigyogor bakancsot jöttem. Faszulnak a kigyogor bakancsa? És így valahogy elkezdtem. Már embernek azért tetszik, jó. Lehátolt a saját magát. Közi, közi. Semmi baj, faszul, semmi baj. Rendben. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy nincsen nálunk több papír? Improvizáltok! Elfelejtettük továbbírni. Igen. Nem, sajnos ők voltak az utolsó performance csoportunk, úgyhogy a cosplay performance-nek most vége. De kérünk szépen egy nagy tapsot az összes fellépőnek, mert nagyon ügyesek voltak.